Hát a hajnal óta működtetett regressziós csúszdán eljutottam odáig, hogy nem valószínű, hogy alkalmas lennék most, hogy általános iskolába menjek, toporzékolni fogok, és azt üvöltem, hogy vegyél föl. De hát épp időben ilyenkor kell megérkeznie Fábián Katalinnak, az Óvoda Pedagógiai Egyesület elnökének. Nem én leszek a téma. Kezdjük csak, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hanem az, hogy a kedves hallgatókat. Itt a háttérben kicsit elsikadt az, hogy hát Magyarországon minden 6 éves gyerek alkalmas az általános iskolára, ha mégsem, akkor erről az oktatási hivatal dönt, az pedig hát fogalmunk sincs, hogy mi alapján, de vagy legalábbis egy miért dönt bizonyos esetekben így vagy úgy. Na de mi történik most éppen, mert hogy éppen azt hiszem az időszerűvé vált ez a kérdés, folytatódik ez a gyakorlat, illetve hogy mi az oka annak, hogy egyre kevesebb óvoda állít ki ilyen bizonyos jellemzést ezzel kapcsolatban? Hát a jogszabály az oka ennek, most a kérdésére válaszolva, nagyon itt van a határidő, hiszen 15-éig kell az oktatási hivatal felé a szülőknek benyújtani a kérelmüket, amennyiben a gyermeküket még egy évig szeretnék óvodában tudni. Az óvodának viszont nincs joga szakvéleményt adni, de azért adhat, hogyha úgy gondolja, és a oktatási hivatalt ezt érdekelné. Az a nagy helyzet, hogy korábban természetesen azok, akik a gyerekkel foglalkoztak, az óvoda és az óvodapedagógus közösen a szülővel döntötték el, hogy melyik gyerek lenne az, amelyiknek még egy évig óvodába kellene maradni, mert hogy bizonyos szempontból éretlen és fejlesztésre szorul. Nos, ez lett megváltoztatva úgy, hogy januártól az oktatási hivatal adminisztratív alapon szülői kérésre dönt. Biztos azóta megváltoztak a gyerekek, illetve az óvodapedagógusai elfelejtettek, mert tudtak, és ők már nem is értenek ehhez, de hogy kezdjük egy picit messzebbről, milyen képességekre van szüksége egy gyermeknek ebben a korban, hogy iskola érett legyen, hogy mehessen? Igen. Hát elsősorban egy testi fejlettség szükséges ehhez természetesen, szellemi képességek, szociális képességek, tudjon másokkal együttműködni például. Ezt tanulni kell a kicsi gyereknek. És hát mindenképpen van egy iskolára való felkészítés, ami a köznevelési törvényben meg van nevezve, és ez az óvodában természetesen meg is csinálják, sőt, ők folyamatosan a gyerekről is egyénileg vezetnek olyan nyomtatványt, ami a gyerek képességeinek fejlesztéséről szól, hogy hol van lemaradása, és hol kell őt fejleszteni, és hova jutottunk el a fejlesztésben. Igazából amikor ez kiderült, hogy nem tudom, egy évet talán, vagy kicsit korábban, hogy akkor sem értettem konkrétan a kormány célját ezzel, hisz itt igazán sem értelme nincs a központosításnak. Tehát nem látom át a hasznát ezt most se rövid, se hosszú távon, hogy miért jó ez, és kinek jó ez? Hát mi is csak találgatni tudunk. Az biztos igaz, hogy ezzel, különösen most, hogy már látjuk a számokat, hogy a szülők nem igazán tudják, nem olvasnak a szülők törvényeket. Uh-huh. És különösen nem a magyar közönyt nem olvasgatják, hogy ott az ő gyerekükre vonatkozó dolgok megjelennek. Mondjuk azt, hogy január 15-ig neki személyesen kell benyújtani, bocsánat, feltölteni az oktatási hivatal honlapjára a gyerekkel kapcsolatos véleményét. A pedagógiai szakszolgálatok, azok léteznek, és az óvoda, hogyha problémát lát egy gyereknél, akkor még hónapokkal előtte szól, hogy vizsgálják meg ezt a gyereket, és a szülővel is ezt szépen megbeszéli. Tehát azért vannak információk, hogy melyik gyerekkel kellene az oktatási hivatal, gyerekkel kellene az oktatási hivatal felé fordulni, hogy mentsék fel egy évre az óvodai nevelés alól. Nekem az a gyanúm, hogy így
folyamatosan egyre kevesebb gyerek marad az óvodába, és így az óvónő hiányon is lehet valamilyen szinten segíteni. Mert hogy az a, nem tudok másra gondolni, egyszerűen nem értem az igen, okát. Csak mert hogy ugye... Szakmailag indokolatlannak találom az egészet. Mert hogyha ez ugye az óvónő hiányon segít, ami már eleve egy eléggé félelmetes megoldása lenne az óvónő hiányon. De igen. A felkerülő gyerekek ott aztán komolyabb, tehát ott aztán tehát akkumulálódik a probléma. Mert felkerülnek alkalmatlan gyermekek, és onnan kezdve meg a pedagógus hiány, ami nagyon hamar segíteni kéne, mert el fognak menekülni onnan. Így van. Hát nagyon komoly a hiány az óvodapedagógusok részéről is, illetve az intézmények, ők szeretnék ezeket a gyerekeket ott tartani, mert az intézmények érzik ennek a súlyát, hogy ezek a gyerekek, akik éretlenül bekerülnek az iskolába, ezek rögtön az iskola első évében súlyos kudarcokat fognak szenvedni, és ezt végigviszik a teljes iskolai életük során. Most, hogy kinek jó ez? Szerintem senkinek. A gyereknek nem jó. Ja. Az iskolában is tanárhiány van, súlyos tanárhiány. Tehát ott sem jó, hogyha ilyen szinten növekszik a gyermekek létszáma, hogy még ráadásul éretlen gyerekek, fejletlen gyerekek, akiket föl kell majd zárkóztatni. Igen, mert ugye ez önmagában, hogyha növekedne a létszám, hát még nagyjából kezelhető lenne, csak hát itt pont az a probléma, hogy itt akár egyetlen egy gyermek bekerül egy közösségbe, aki nem alkalmas arra a közösségre, az ott az nem azt jelenti, hogy egyel több gyerek van, hanem azt jelenti, hogy az összesnek elkezd az egész így inogni. De most az, ami egészen megijesztett, vagy nem is tudom, hogy reagáljuk erre, hogy a hivatalos információk szerint sok óvoda visszaélt a halasztás lehetőségbe, hogy fenntartsák a létszámot az intézményekben. Ez azért egy elég érdekes megközelítés. Hát, én ehhez azt tudom mondani, hogy ez nincs így. Nem hiszem, hogy ez így történik, mert neki nincs joga tényleg mit tenni, bár azt hiszem, hogy neki lenne egyedül joga azt mondani, hogy ez a gyerek mehet, avagy nem mehet. Korábban az elmúlt év végén a főhatóság is arra hivatkozott, ott nem az óvodákra, hanem elsősorban a szülőkre, hogy a szülők kényelmi szempontból akarják, hogy a gyerekek ott még egy évig óvodában maradjanak. Ja. Hát amelyik gyerek érett, az úgy gondolom, hogy annak erre nincs szüksége. Aki meg nem érett, annak meg nagyon is kell. És azt hiszem, hogy ezt itt nem lehet eldönteni hivatali szinten, hanem csak is ott azon a szinten, ahol a gyerekkel foglalkozunk, és ahol 3 év alatt sikerült megismerni a gyereket, és el tudjuk dönteni, hogy akkor mi legyen. Hát ezek szerint, legalábbis a kormány szerint nem tudják eldönteni, ami igen, kicsit furcsa számomra, mert azt még elfogadom egyébként, hogy tényleg egy szülői dönt, ebben önmagában egy szülői döntés nem valószínű, hogy elegendő. Én igen, mert hogy ott bármi rengeteg szempont közre játszhat meg, stb. Így egy óvodapedagógus együtt, igen, de az oktatási hivatalnál meg ugye ez a feltöltés, ez hát hogy is mondjam, ebben a pillanatban, hogy az nagyjából 30%-a, ahogy számolom, kiesik a lehetséges hát, eseteknek. Pontosan a hátrányos helyzetű térségekben ez a feltöltés, ez olyan, mintha, hogy nem érti, hogy mit kérünk tőle, vagy mit szeretnének tőle, és azt sem igazán érti a szülő, hogy most akkor milyen hátrányok fogják érni az ő gyerekét, mert majd csak akkor érti, amikor már bent van az iskolába, és folyamatosan kudarcot szenved, és nem akar menni iskolába, és minden baja van, mert azért a gyerek majd rosszul fogja ott érezni magát. És a teremre szorul a gyerek pontosan ezért, mert nem tudja követni azt, amit a többi gyerek.
És itt ugye az történik, hogy ugye 16 éves koráig bugdácsolva elvégez pár osztályt, mert azért végzi el, mert tovább lökik a pedagógusok, hogy már ne, ott van, már ne zavarja a tanítást. Hogy már így van, nem tud vele mit tenni, amit szintén én meg tudok érteni. Tehát, és az óvodának van ideje, van ereje, van energiája, hogy ezeket a gyerekeket megpróbálja egy megfelelő szintre fölhozni. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy most van egy különleges helyzet. A járványhelyzet. Hogyne. Na most itt az van, hogy például a tavalyi évben, ugye az őszi szünet utántól egész decemberig, azért ott itt súlyos következmények voltak, például óvodai csoportokat, meg egész óvodákat is be kellett zárni, vagy a dolgozók, vagy a szülők megbetegedése miatt, tehát vagy a gyerekek megbetegedése miatt. Na most ezek a fejlesztések, ezek mondjuk durván 3 hónapban vagy voltak, vagy nem voltak, vagy jött a gyerek, vagy nem jött a gyerek, tehát vagy az óvónéni hiányzott, vagy más problémák jöttek elő, tehát ez még súlyosbítja a helyzetet, mert azt gondolom, hogy nem volt annyi idő, és hozzáteszem energia sem talán, hogy a gyerekek fejlesztése olyan szinten megvalósuljon, ahogy évek óta zajlik. Hát igen, azt nyilván nem lehet megcsinálni, hogy most akkor egy év kimarad, és nem indul idén első osztály, csak jövőre, de talán még fontosabb lenne itt akkor a mérlegelés. Így van, pontosan erről beszélek, hogy a szakszolgálatokhoz bizony minden gyereket el kellett volna küldeni, de akkor arról már ne beszéljek, hogy a szakszolgálatoknak is kevés a kapacitásuk. A szakszolgálatnak a legjobb lenne, ha be tudott volna menni az intézménybe, az óvodába megnézni ott a gyerekeket, és úgy szakvéleményt adni. Hát erre megint nincs kapacitás, mert akkor úti költség be kell neki utazni, több emberre van szükség. Ha meg a szülőt kérjük, hogy utazzon be a vidékről, vagy a hátrányos helyzetű térségből oda, ahol ilyen szakszolgálat működik, ott meg szintén a szülők anyagi helyzete nem teszi ezt lehetővé. Folyik valami, bármiféle párbeszéd így a kormányzat intézmény, a kormányzat és a különböző szakmai szervezetek között? Tehát valamiféle kommunikáció ez ügyben? Hát a szakszervezetekkel lehetséges, de én... Már ugye értem, hogy szakmai szervezetekkel csak szakmai szervezet voltam. Szintjén nem tudok róla. Mert hogy gondolom, önök ezeket azért továbbítják az illetékesek felé, hát hogy ez és akkor arra jön válasz, nem jön válasz, megnyugtató válasz, nem, papír. Nem jön válasz. Hát igen, ez a legszebb része egyébként, ha semmilyen válasz nem jön, mert az idegesítő, amikor jön van. Oké, mivel fog ez járni? Tehát most akkor nézzünk egy kicsit messzebbre, hogy ez, én már eleve ezt a 16 évre való leszorítást is hát eléggé kérdőjelesnek éreztem, de ezzel most még talán egy picit rontunk is a helyzeten, a funkcionális analfabétákban elég jól állunk, tehát azért erősen 20% fölött vagyunk. Valahogy nem áll össze nekem az oktatási terv a fejemben, de hát ön biztos jobban látja. Egyre kevesebb óvodás van egyébként alapból? Hát azért csökken a létszám, igen. Hát itt azért, de hát mi a hiányon ez keveset tud segíteni. Hogyne, hát ez igen. Mert hogy egyébként, tehát hogy mondjam, a legkisebb községekben is lehetőleg van óvoda. Nem tudom meddig egyébként, mert pontosan ott a legnagyobb a hiány is, mármint az óvoda pedagógus hiány. És akkor még hozzáteszek, mert ugye ez az eleje a folyamatnak az óvoda, a köznevelés, hogyha nézem. Hát és akkor még menjünk tovább, újabb törvénymódosítás volt, amelynek a lényege, hogyha nincs elegendő óvodapedagógus, akkor szakképzetlen munkaerő is bevethető a reggeli és délutáni időszakban. Na most ez azért borzasztó, és azért rontja tovább a helyzetet, mert akkor most én tényleg egy egyszerű gyakorlati példát mondok, hogy bejön a kisgyerek az óviba. Uh-huh. Hát már az ajtóban valakinek fogadni kell, ugye, mert a vírus miatt nem léphet tovább a szülő, uh-huh. stb. Ott van mondjuk a Dajka, aki ebbe a kategóriába tartozik,
hogy ő a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben lévő személy, hogy úgy fogalmazzak, ahogy a törvény. És ott esetleg van egy pedagógiai asszisztens. De ők eddig, a decemberig, bocsánat, az eddig, tehát a törvénymódosítás előtt még az volt a helyzet, hogy a teljes nyitvatartás, azaz foglalkoztatási időben óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Na most tehát bejött a gyerek, a Dajka átvette, ő ott foglalkozik vele, majd bemegy a csoportszobába, és az óvónő ott van néhány gyerekkel, mert ugye szépen fokozatosan jönnek be. Na most van a lehetősége az egyéni fejlesztésnek, mert van ideje, és van lehetősége az óvodapedagógusnak. Mert a Dajka átveszi a gyereket, és... Mondjuk meglepne, ha közben az asszisztens és Dajka hiány nem lenne az óvodapedagógus hiány mellett. De, az is van, de nem olyan súlyos, aha, mint az óvodapedagógus. De itt a legnagyobb probléma az, hogy ez az intézkedés, ez, ettől nem lesz több ember. A Dajka meg a pedasszisztens meg egyedül nem tudja ellátni azt a feladatot, amit ezt a két ember csinál csinált egyébként az elmúlt évig. Egyébként mit kaszál egy pályakezdő óvónő, egy óvodapedagógus? Hát nagyon keveset. Jago, azt sejtettem, hogy nem dúskál, de hogy azért 230 ezer nagyjából. Aha. Bruttó. Ja, nyilván gondolom. Ezt úgy sejtem is, hogy mennyi maradt kézbe. Tehát nem bonzó a pálya. Pedig hát azt gondol az ember nem, hogy ilyen kisgyerekek kellett foglalkozni, majd de klassz. Ezt úgy szeretik a lányok, ugye, hogy ezt szokták mondani, igen, de most már fiúk is szívesen foglalkoznak kisgyerekekkel. Tehát, hogy igazából még azt gondol az ember, hogy ez valami megtartó ereje van már pusztán a lehetőségnek, hogy ott tényleg az ember kiélheti az ilyen őrületes anyai ösztöneit, apai ösztöneit, zárójel miatt még ilyen gender gödörbe hullanék, de hogy nem. Tehát ez nem működik. Nagyjából az általános iskolai pedagógusokkal lehet így egy szinten a túljelentkezés. Hát az az igazság, hogy persze elvégeznek pedagógus képzőt, csak aztán rájönnek, hogy mi a feladat, mert nem csak a pénzkevés, hanem a teher is nagyon nagy, mert rengeteget kell helyettesíteni, pont a hiányzások miatt. Aztán a helyettesítések mellett óriási az adminisztratív teher, ami rájuk rakódik, és hát plusz akkor a gyerekekkel való foglalkozás, tehát nagyon-nagyon nehéz, és hát akkor jó, lehet, hogy bejön az intézménybe egy évig, kettőig ott marad, aztán köszönjük szépen. És akkor gondolom, itt is ugyanez a helyzet, mint általában a pedagógusoknál, az idősebb generáció az, aki már ott kitart, megmarad, és már nyugdíj után is ott dolgozik. Igen, ez a nagy helyzet, de az meg súlyos gond szerintem, hogy nagyon sokan fognak most elmenni majd szépen éveken keresztül nyugdíjba, és az utánpótlás megfogy. Hát igen, hogy lehetne ezt megállítani egyébként? Mert hogy pénzt kéne adni, nem? Hát nyilván egy kicsit, igen. Igen, ez pedig egyszerű. A helyzetet. Egyszerű megoldás. És hát mondom, nem csak a pénz a kérdés, hanem az összes feltételt át kellene gondolni, mert a többi feltételnél is a túlterheltség az, ami súlyos gondokat okoz. Mert most például meglepett, hogy ez a nagy adminisztrációs teher, hát mi lehet nagy adminisztrációs teher egy óvodában? Azen gondolkoztam közben. Hát mindenről nekik jelenteni kell, írni kell. Az előbb mondtam, hogy tulajdonképpen most, hogy már a törvény szerint az óvoda bele se szólhat abba, hogy a gyerek maradhat az intézménybe, vagy nem. Ettől függetlenül neki kötelezően vezetni kell fejlődési naplót minden egyes gyerektől. Azért az se kevés, de nagyon-nagyon sok minden más, és hát a túlórák száma meg iszonyúan magas. Igen, ez azért azt jelenti, hogy az idejét is leköti. Halálosan fáradt óvónő, az így van, nem nagyon tudott elfáradnak fejleszteni. Nagyon szépen köszönöm Fábián Katarinak, a Magyar Óvoda Pedagógiai Egyesület elnökének, hogy itt volt. Kezeit csókolom, minden jót. Én is köszönöm. Viszont hallásra.
Reggeli Gyors. Nem marad le semmiről. Ez volt a Reggeli Gyors, Jávor Dénes, Laj Viktória, Selmeci János, Józsa Péter és a szerkesztő Bálint Judit nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre a viszonthallásra.